A Las Vegasban megrendezett Cisco Live konferencián lehetőségünk volt tüzetesebben megvizsgálni az egy éve bejelentett és a napokban végre hivatalosan is útjára induló Cius tabletet. Ha elsőre megnézzük az eszközt, egy hagyományos 7 hüvelykes kijelzővel szerelt táblagépet láthatunk, aminek egyetlen meglepő külső ismertető jegye a jól látható nagyméretű hangszóró pár az elején. Az 1024x600 képpontos kijelzővel, valamint 1,6 GHz-es Intel Atom processzorral szerelt eszközt igazából nem is a külső megjelenés vagy az alapvető műszaki jellemzők teszik különlegessé, és ezt a Cisco is igyekszik hangsúlyozni. A Cius próbálgatása közben valóban beigazolódott a gyártó pozícionálása, mely szerint a hagyományos tablet kategória helyett a Cius inkább egy ultramobil csoportmunka és kommunikációs eszköz. A Cisco mérnökei alapvetően nem azzal a koncepcióval indultak a Cius fejlesztésének, hogy egy extra felhasználói felületet húznak az Androidra, mint ahogy azt a HTC tette a Sense-szel vagy a Samsung a TouchWiz-zel. A Cisco tabletjén magába a 2.2-es Androidba nyúltak bele, és teljesen a kommunikációra, valamint a csoportmunkára szabták át magát az operációs rendszert. A tablet az üzleti felhasználás terén szinte félkarú óriás az asztali dokkoló nélkül, ez ugyanis szinte teljes értékű kommunikációs munkaállomássá varázsolja az eszközt. Hagyományos monitor csatlakozóval nagy képernyőn is dolgozhatunk, ráadásul normál USB csatlakozókon keresztül egeret, billentyűzetet is csatlakoztathatunk, amelyekkel szintén tökéletesen együttműködik az átalakított droid. Értelmezi például a jobb egérgombos kattintást vagy a különféle speciális billentyű kombinációkat is. A dokkoló hátulján a felsorolt csatlakozók mellett egy gigabites Ethernet port is található, így a tablet Wi-Fi-je helyett közvetlenül a vezetékes vállalati hálózathoz csatlakozhatunk. A Cius leglátványosabb felhasználási területe a kommunikáció. A módosított címtárban tárolt kontaktjainkról gyakorlatilag mindent megtudhatunk, így munkatársaink naptárbejegyzéseit vagy épp velük folytatott beszélgetéseink listáját megnézve dönthetjük el, hogy mikor és hogyan szeretnénk kommunikálni velük. A szöveges chattől az e-mailen át a telefonhívásig és az élő videós beszélgetésig mindent pár kattintással egyetlen helyről indíthatunk, a beszélgetésekbe pedig másokat is bevonhatunk. Beépített felhő alapú szolgáltatások és virtualizált környezetek segítenek a teljes céges infrastruktúra tabletes használatában. A Citrix vagy a VMware megoldásaival akár Windowsos felületen is dolgozhatunk, szerkeszthetjük Word dokumentumaikat, vagy használhatjuk a vállalati rendszereket. Ezek ráadásul a módosított Android alatt is teljesen multitask módban működnek, tehát egy Excel táblázat szerkesztése közben is azonnal simán átkapcsolhatunk egy bejövő videóhívásra, vagy valamilyen másik virtualizált felületre.